A Cambridge-i Kossuth-házból jelentkezünk a halászléfőző versenyről, amit az idén harmadik alkalommal rendez meg a tánccsoport. Londonból érkeztünk, a London, Ontario-ból. A friend of mine megmondta, hogy hol van ilyen jó előadás, és nagyon szerettünk eljönni, mert férjem nagyon szereti a halászlét. A mai halászléfőző verseny főszervezőjét, Jacsó Marikát kérdeztük, hogy mondjon egy pár szót a verseny hagyományairól. Először is üdvözlöm a hallgatókat. A Kossuth Tánccsoportnak ez a harmadik alkalom, hogy aztán a halászlé versenyt csináljuk. Az első évben voltak hatan, múlt éven volt kb. 10 versenyező, mostan visszatértünk megint a hatra, ami tök jó. Az idő is most a kitart mellettünk. Van halászlé, van sült hal, és olyan 4 óra, 5 óra körül jön majd a zsűrink, és akkor ezeket a halászlékat fogják zsűrizni, és az van egy vándorbogrács, amit minden éven kiadunk, és aztán azok, akik megnyerték, azok az visszahozzák, hogy az utánvaló éven ők is majd még egyszer részt vesznek a versenyen. Wolford Tündét kérdezzük, a Cambridge-i Kossuth-hal volt elnökét, hogy mondjon egy pár szót a tapasztalatairól a halászléfőző versennyel kapcsolatban. Hát, sziasztok! Nem sok tapasztalatom van a halászlé már a rendezéssel kapcsolatban, azért, mert ez azt hiszem, hogy az Ági idejében indult meg ez a program, amit nagyon támogatunk, és a környékbeli magyarság nagyon szeret, és hát minden új kezdeményezést ugye szívesen látunk, amely kicsit más, kicsit változatosabb. Itt a halászlé sárga répával fog készülni, és ha nem hiszik nekem, akkor ők mindenki meg fogja mondani, hogy itt ennél a sátornál sárga répás halászlé fog lenni. Igen. Tehát halászlé leves lesz. Pontosan. Most halljunk egy pár szót a bácskai halászléről. Hát az az igazság, hogy én nem vagyok valami tapasztalt ilyen téren, de azt tudom, hogy tavaly hazalátogattunk, és megkóstoltuk az újvidéki halászlevet, a szegedi halászlevet, és mind a kettő nagyon finom volt, és mind a kettőt szeretjük, úgyhogy biztos, hogy a adai vagy moholi halászlevek is vannak, ahonnan én származom, de őszintén, ha finom, akkor megesszük, és ennyi. Köszi! Én Leslie vagyok, Laci, Mississaugából. Én Ek Ágota vagyok, Mississaugából szintén. És honnan tudtátok meg, hogy van ez a halászléfőző? Már voltunk itt többször is, tavaly is, és hallottuk a magyar klubba. Nagyon szuper magyar tévé, és nagyon köszönjük mindenkinek. Köszönjük szépen! Pontosan. Nem hagyjuk ki, mindig nézzük! Ezúton szeretném a magyar képek nézőinek a tudomására hozni, akinek még nem jutott, akihez még nem jutott el az információ, hogy a Kossuth Ház a Trillium Foundation-tól kaptunk 150 ezer dollár adományt, és ezzel a pénzzel szeretnék a házunkat felújítani. A ház felújítása szeptemberben kezdődik el. Nagyon-nagyon szépen megkérünk, aki valamilyen formában gondolja, hogy tudna adományával támogatni ezt a szép a renovációt, nagyon megköszönünk, és a Kossuth Háznak a weboldalán megkapnak információt, elérhetőségeinket. Kocsis Ottót kérdezzük, aki ennek a rendezvénynek az egyik főszervezője, hogy mennyi munkával járt előkészíteni ezt az eseményt? Hát őszintén körülbelül egy hónap ezelőtt kezdtük a szervezést. Az utolsó két hét az intenzív, tehát nagyon sok munka. Az utolsó napok főleg szervezés, utánajárás, bevásárlás, készítés, sok. A mai alkalommal nagyon szép idő van. Úgy látom, elég sokan kijöttek. Mi a tervetek az elkövetkező időszakra? Az elkövetkező időszakra? Jövőre ismét megszervezzük. Ha az idő megint ilyen lesz, mint mostan, akkor egy kicsikét nagyobbra csináljuk, próbáljuk bővíteni, új dolgokat bevinni, tehát fölvinni, hogy több ember jöjjön, jobb legyen. Mivel gondoljátok bővíteni? Maradjon titoknak. Harmadik helyben a sátorozó. Második helyen pedig, hát a keszegiek. Ugye? És a nyertesek meg a bajaiék.
Immár második alkalommal sikerült megnyerni a bajaiaknak ezt a vándorserleget, ami nagy dicsőség, azt gondolom, elsősorban a bajaiak részéről, hiszen a bajaiak tradicionálisan ugyanúgy főzik a bajai halászlét, és ez eddig mindenhol sikert aratott, és úgy látszik, hogy itt Cambridge-ben, a Kossuth házban is, úgyhogy a bajaiaknak gratulálok. Igaz, hogy én főztem a halászlét, de mégis nem nekem szól ez a dicsőség, hanem a bajaiaknak.